A tervek szerint március 29-én nyit a Bókai Kerti kalandpálya. A kivitelezők 70 akadállyal nyitják meg a parkot, a fejlesztés végére 200 állomást ígérnek, ez körülbelül 2 év múlva valósul majd meg. 35-40 gyerekjátékkal és ugyanennyi felnőtt akadállyal indulnak. A cég nemzetközi szinten több kalandpályát épített, ez pedig az első saját üzemeltetésű parkjuk. Szeretnénk mindenképpen a gyerekeknek a kalandparkon kívül még tervünkben van csőlabirintus kialakítása, gyerekvár kialakítása és egyéb ilyen szabadidős eltöltési játékokon belül ilyen szórakoztató jellegű játékok kialakítása. Folyamatosan kompromisszumkészek vagyunk, és mindig, mivel saját magunknak alakítjuk ki ezeket a dolgokat, mindig bele tudjuk tenni saját magunk az újat, tehát amit éppen kitalálunk. A nyitáskor naponta akár 200 embert is végigvisznek a szakemberek az akadályokon. Számítanak iskolai, munkahelyi csoportokra, családokra is, de akár egy alternatív testnevelés órát is el tudnak képzelni ide a park megálmodói. Tulajdonképpen bárki a nyáron, amikor jókedve úgy hozza, hogy mozogna egyet, és ezt egy kicsit, hogy mondjam, a fizikuma fejlesztésére is tenni, akkor szívesen látjuk. Régóta hiányzó színfoltja ez a kertnek, fogalmazott a Bókai Kert rendezvényszervezési csoportjának vezetője. Ezért döntött úgy a Városgazda 18. kerület NZRT, hogy bővíti szolgáltatását és helyet ad a kalandparknak. Ahogy így körülnéztünk, így azt vettük észre, hogy a délpesti régióban, illetve itt a vonzás körzetben nincs nagyon egy komolyabb kalandpark, és mivel így adódott a hely, és a lehetőség is, úgy gondoltuk, hogy teret engedünk a lakosság ez irányú kérésének. A nyitás március végére várható, ekkor lesz a legalkalmasabb az időpont is arra, hogy mindenki kipróbálhassa a kalandpályát.